Egy rendhagyó könyvbemutatóra szeretnélek benneteket meghívni. A Volt egyszer egy varrodám című most megjelent könyvemet mutatjuk be Rangos Katalin és Krizsó Szilvia segítségével. Ők voltak a beszélgető társaim az Utolsó reggel Párizsban című könyvemnek a folytatása megjelenése alkalmából. Eredetileg úgy volt, hogy lesz egy professzionális könyvbemutató filmünk, ami hát sok minden egyéb ok miatt, most ezt nem részletezném, kódba esett. Na de hát én nem szoktam a dolgokat feladni, úgyhogy ezt se adtam fel, mert bár már most Barcelonában vagyok, akkor Budapesten voltam, és ezt akkor kellett megcsinálni, nem lehetett másik időpontot, hogy jó, hát akkor majd jövő hét kedden, mert akkor már egyszerűen nem vagyok ott. Aztán gyorsan körbe telefonáltam, mindenkinek elkértem az iPhone-ját, beállítottam a lakásomban Budapesten a különböző kameraállásokat, hát lett, amilyen lett, hiszen nem ez az én foglalkozásom, de a tartalom a lényeg. És mindenképpen szerettem volna, hogyha hallotok egy beszélgetést arról, hogy tulajdonképpen hogyan, milyen körülmények között született meg ez a könyv. És persze nyilván ez egy baráti találkozó is volt, hiszen Kati és Szilvi régóta a barátaim. Aztán by the way esett szó a könyvről is, meg sok minden másról. Remélem, hogy élvezni fogjátok a velük töltött egy órát. Vagyok az idősebb, de mégiscsak a Szilvikének kellene elkezdenie, mert ő a te állandó tettestársad, és azért egy kicsit sértődött vagyok, hogy hónapról hónapra megnyilvánulsz neki, és a Volt egyszer egy varrodámról, arról pedig, amikor megkaptam a kéziratát, úgy döntöttem, hogy nekem kell először beszélned. Erre itt van már megint. Már megint itt vagyok, nem tud elődözni. Dehogyis nem. Az én szívemben mind a ketten díszhelyen vagytok. Figyelj ezzel, ne merészel éket verni közénk. Én még soha ilyen hosszú ideig nem írtam könyvet. Tehát háromszor futottam neki, közben ilyen három hónapos szünetekkel, és emiatt egy kicsit kusza is lett a cselekmény, az elején, mert hogyha valamit nem egy húsztomba csinálsz meg, hanem mindig megszakítod, és vannak közötte szünetek, akkor nem tudsz ugyanúgy visszakapcsolódni a dolgokba. És hogy miért hagytam időnként abba, mert azt gondoltam, hogy ez magánügy, azt gondoltam, hogy nem is tartozik semmi, hogy most mit kavarja, mit össze-vissza a saját valóságomat a fikcióval, meg nem tudom, én ilyeneket gondoltam, de hát az ember sok butaságot gondol egész életében, nem? Akkor miért pont az az egy-két hónap lenne kivétel? Elmondja, mire kíváncsi az olvasó? A magánügyre.
Komolyan? Amiről nem lehet eldönteni, hogy melyik része igaz, vagy nem. Mert én most azért meg is lepődtem, hogy akkor ezek szerint ebben van olyan, ami igaz. Eddig még azt hittem, hogy szegés csak fikció. Hát szóval úgy van, tudod, hogy az ember a valóságból merítkezik, és azt elemeli. Különben ez az érdekes, hogy hogy az emelkedettsége az meddig tart, mert hogy ugye nagyon sok olyan rész van, ahol én olvasván a könyvet, azt mondtam, hogy hú, azért most úgy sok mindent megmutattál, ami rád egyáltalán nem jellemző, hogy ennyi mindent megmutatnál az érzéseidből, a gondolkodásmódodból, a sérelmeidből, a fájdalmaidból, tehát hogy úgy elkezdtem úgy nézni, hogy wow, ez egy új korszak. Meg a sikereidből, meg az erőszakosságodból, meg abból, hogy kezeled az embereket, meg abból, hogy mi történik veled, meg azokból a krimi részletekből, mert ugye ebben a könyvben van egy csomó krimi. És hát itt jön az ő kis gondolata, hogy akkor ez most egy valódi könyv, vagy ez egy fikció? Ez egy regény, vagy egy valóságos regény? Ez egy valóságos regény, megtörtént események alapján, az én életemből vett történetek alapján egy apszisra fűztem fel az elmúlt 5 év történeteit. Természetesen hát használtam a fantáziámat is, hiszen azt nem tudhattam, hogy mondjuk a titkárnő milyen ruhában van, amikor én nem vagyok ott. De ez nem volt nehéz kitalálni. Igen, elő volt írva, hogy Gizike akkor magának mindig azt kell hordani, hogy ne hozzon szégyent a nevéjére. Igen, ez így van, így van. De nem bántam rosszul az emberekkel, hiába is próbálnád ezt most így az olvasókkal elhitetni. Nem bántam rosszul az emberekkel. Kicsit maximalista vagy, hoppá, rám dől. De milyen szép, látod? Az gyönyörű, is ilyen flitter, a sortkutűr anyagból van. Igen. Direkt vigyázzam, hogy ne ezt gyűrjem a hátam mögé. De azt akarom mondani, hogy te nagyon rendesen bánsz az emberekkel, meg szíved is van ebből a könyvből, hogyha eddig nem tudtuk volna, az is kiderül. Ugyanakkor az is kiderül, hogy mindenkiből ugyanazt facsarod ki, amit saját magadból, és az általában megerőlteti az embereket. Igen. A tempómat kevesen bírták. De aki bírta, az végül is szerette. Szóval... Jó dolgokat hoztunk együtt létre. De tudod, van egy ilyen, nem is tudom minek hívjam, ez ilyen monda, vagy tanmese, vagy rege, vagy nem tudom mi, hogy azt mondják, hogy ugye a reneszánsz, micsoda egy korszak volt. Tele vérengzéssel, háborúkkal, intrikával, mérgezéssel, gyilkossággal, halállal, amit csak el lehet képzelni mindent, és... kitermelte nekünk Caravaggiót, Leonardo da Vincit, Michelangelo-t, Romeo és Júliát, a selyemutat, a selymet, a drágaköveket, a velencei kereskedelmet, mindent. Ott van például Svájc, ahol 1000 éve van ez a 3 kanton, boldog nyugalomban, meghitt büszkeségben, tiszteletben és respektumban élnek egymással szemben, és mit sikerült feltalálniuk? A kakukkos órát. Meg a finom csokitát, az is van neki finom csokit. Hát, ezzel szemben itt vagyunk mi, akikhez a golyóstól, a Rubik kocka és az atombomba is köthető, csak hogy így kapásból végig gondoljuk. Csak hogy így hirtelenül különben, mondtam is különben azt, hogy pont most a valamelyik nap taxisofőrrel beszélgettünk, és mondtam is azt, és ezt valóban így is gondolom és tartom is, hogy én azért elég sok helyen dolgoztam a világban külföldön, és voltam tartósan is külföldön több éven keresztül, ami azért ugye más, mint hogyha az ember turistaként van jelen valahol. És én azt állapítottam meg mindenféle túlzásba esés nélkül, hogy a magyar átlag ember, vagy az átlag dolgozó képessége, általános képességei, messze sokkal jobbak az általam ismert országok átlagemberének a képességeitől. Most nyilván ebben sok minden benne van, mert ugye tudjuk, hogy Magyarország cseles country, és akkor... cseles country, jó. Igen. Dáraizmus. Tehát igen, de azóta szereted ezt az országot ennyire, amióta elköltöztél. Egyébként igen.
Tehát egyébként igen. És hogy ez oké, ez is benne van, de hogy talpra esett, jobb a felfogó képessége, gyorsabb, strapabíróbb, ügyesebb, tehát ez, és én ezzel nem megbántani szeretném, mert nekem voltak alkalmazottak Németországban is, Spanyolországban is, tehát azért van egy összehasonlítási alapom. De hol van a de? Milyenkor szokott jönni a nára is de? Igen, most a de az nem, az arra vonatkozik, hogy ami nekem érthetetlen és megfejthetetlen az az, hogy a búbánatban nem sikerül ezt tőkésíteni. Érted? Tehát, hogy a búbánatban nem sikerül ez, hogy, tehát, hogy, mert minden lehetőség megvan arra, hogy ez kilőjön. Most ez csak a golyóstól atombomba, számítógép, gyufa, nem tudom, sorolhatnánk az életünk gyakorlatilag most valamennyi használati tárgyát. Tehát ne aggódj el, az egyszer csak kilő. Tudod, lesz a magyar program, tehát azért mondom, hogy ki fog az lőni. De nem így van a mondat, rosszul mondod. Hogy a túróban nem sikerül ez másnak, mert neked speciál sikerül. Igen, vagy másnak. Igen, ugye, tehát más. Hogy miért? Tehát, hogy miért? Hát akkor nézd meg, hogy neked miért sikerült. Azért sikerült, mert mániákusan utána mész annak, ami téged belülről karistol. Tehát, hogy te addig csinálod, ameddig vagy bele nem pusztulsz, vagy létre nem jön. Ez igaz, mert most például, ahol itt is vagyunk, igaz? Le volt kötve a stúdió, azt mondtuk, hogy lesz egy operatőr, kamera, hozé minden, majd az utolsó pillanatban kiderült, hogy az időpont nem jó. Hát mondom, az nem lehetséges, hogy akkor nem csináljuk meg, érted? Hát erre körbe telefonáltam, hogy kinek van milyen iPhone-ja, te is hozzad, ő is hozzad, berendeztük az alkalmi stúdiókat a nappali szobánkba. Valamelyik leruhad elő tudunk. De ez egyik hozzá, a másban egyébként, most azért ne legyünk álszentek, tehát értem én, hogy az átlagembernek az átlagképességei azok jobbak Magyarországon, mint külföldön, de te nem vagy átlagember, a te tehetséged az nagyon ritka adottság, sok oldalú tehetséged, és nagyon nehezen esik ennyire dísérni téged, de amit én ezt nekem ez milyen jó esik. És milyen ritkán van ebben a részed. De hogy ami az erőd, az az, hogy ehhez a tehetséghez tényleg egy elképesztő szorgalom és kitartás és tenni akarás társul. Lehet, hogy vannak még egyébként tehetséges emberek, egy-kettőt a művészvilágból nyugodtan föl tudnánk sorolni, akik szintén sok oldalak tehetségesek és szorgalmasak. De valahogy az emberek többsége fölteszi a kezét, hogy hát a körülmények miatt nem tudtam kihozni a maximumot magamból, és te nem engedett, hogy a körülmények ebben beleszóljanak. Én azt tanultam meg, és ez a könyv is egyébként volt egyszer egy Varrodámban, és ezt ami miatt itt vagyunk. Ami miatt egyébként itt vagyunk, csak úgy by the way. Tehát, hogy nagyon sokszor előkerül ez a mondat, hogy nem hivatkozunk. Nem hivatkozunk, mert rajtunk múlik. Nincs hivatkozás. Aki hivatkozik, az gyenge. Tehát, tudod, és ezt nagyon korán megtanultam, hogy tudod, nem tudok sütni, mert nem jó a sütőm. Nem tudom megszerelni a vízvezetéket, mert nem kicsi a fogóm. Nem tudom. A kontár mindig a szerszámot okolja, ezt figyeld meg. Az mindig arra hivatkozik, hogy mit miért nem tud megcsinálni, és ki benne a felelős, a hibás, a szerszám, a sütő, mindig valami. Na most én meg pont ellenkezőleg vagyok beállítva, tehát én azt mondom, ezt ismerjük már valahonnan ezt a szlogent, hogy győzelemre születve, vagy nem tudom. Tehát, hogy én addig nem adom föl. Tehát egyszerűen az nem lehetséges, hogy én azt abba hagyom. Jó, tehát akkor, hogyha összeszámoljuk, akkor a harmadik bört húztad le magadról az elmúlt 6 évben, mert amikor én megismertelek, akkor arról voltál híres, hogy a lábaidnál hever a magyar felső 10 000-nek a nő csatolt része, nőből csatolt része, és nárai ruhákat húzkodnak magukra. Tehát tervezőként sikereket alkotta. Én divatbemutatón láttalak először, és az volt a benyomásom, hogy ilyen profin megcsinál divatbemutatót, én még soha életemben nem láttam Magyarországon. Külföldön meg nem voltam divatbemutatót látni, sajnos pedig szívesen mennék. Hát de láttál tévében, meg mit? Hát igen, tévében láttam, mindegy, szóval... Mert neked annyira, neked és szerintem Istvánnak, mert hogy utólag értesültem róla, hogy azért őnek ki a szerepe a te bemutatóidban igen nagy. Ilyen kompletten összehozott dolgot azt nem láttam, és ez, itt nem csak a ruhákról van szó, mert az egész benyomás egyszerre hengerli le, vagy nem hengerli le azt, aki ott ő.
Tehát akkor azt gondoltam, hogy ez neked nagyon megy. A következő felvonásban, amikor megjelent a könyved, akkor ismerkedtünk meg valóságosan, mikor először megjelent az utolsó reggel Párizsban, és akkor meg teljesen elképedtem, hogy jó Isten, ilyen vastag könyvet ír ez a ruhatervező, na nézzük, nézzük. És remélem sok ruha lesz benne. Fel is lehet. És akkor nem ruha volt benne, hanem egy sztori volt benne. Amelyiket gondolod. A baloldali az, amiről most beszélünk. És akkor kiderült, hogy mindenki lássa. És most megnéztem, hogy ide készültem, megnéztem a videókat, a te videódat, és akkor benne volt egy 2012-es Szépművészeti Múzeumos bemutató, és akkor benne volt az a beszélgetés, amit 19-ben ennek a könyvnek az apropóján készítettünk egymással, kérdezgethetelek, és akkor az volt a nyitó kérdésem, hogy író vagy, és akkor mondtad, hogy nem, írogatok. Ezt mondtad, amiben már akkor volt egy adag ilyen odavetett fricska azoknak, akik majd ezt el vannak notázott, és aztán utána elmentem egy kiállításra megnézni a képeidet, amiket egy nagyon első osztályú művészettörténész nyitott meg, és hogy azt az ajnározást, azt az avatott ajnározást, amit ez a nő, aki egyben a kurátora is volt, azt hiszem, a kiállításodnak, Jergel Krisztina elmondott, szegény azóta meghalt, azt akárki nem kapja meg. Tehát, hogy hát tőle nem. Akkor azt kénytelen voltam azt gondolni, hogy te festőként is számon tartható vagy, mert az, hogy nekem tetszenek a képeid, attól még neked nem kell festőnek lenni. Úgyhogy teljes mértékben úgy gondoltam, hogy nincs más mentséged, csak az, hogy mániás depresszióból, örök mániás fázisban vagy. Én ezt fejtettem meg, de igazából egy perfekcionista fickónak találnak, aki nem tudja abba hagyni az alkotást. Mert akkor most ne vegyük ide a süteményes könyveket, ami miatt valóságosan itt vagy. Mert ez csak egy melléktermék, akit itt most előadom. Tehát, hogy olyan vagy, mint a nyúl, akinek nő a foga, és örökké rágnia kell. Hogyha te nem alkotsz, akkor feldobod a talpad. Azt szoktam mondani, szóval nem szabad időt hagyni, hogy gondolkodjak, mert olyankor mindig gondolkodom magamon, az életemen, a dolgaimon, és akkor szóval nem szerencsés. És akkor a legjobb, ha lekötöm magam. Tudod? Tehát, hogyha vagy írok, vagy festek, vagy valamit kell csinálni, mert ez számtalanszor, tehát olyan szinten sikerül magam elintézni, meg kiborítani a saját gondolataim által, hogy az jobb, ha lefoglalok. Tudod, úgy vagyok, mint a rossz gyerek, tudod, valamiben le kell foglalni. Azokat sportolni viszik, te meg írsz, meg Hát igen, mert most már ugye nem tudok annyit sportolni, de régen is sportoltam, különben azért is valószínűleg, bár akkor még nem voltak a gondolataim, de na mindegy. Tehát, hogy az a lényeg, hogy nekem muszáj elfoglalni valamivel magam. És hogy ez ennyi embernek tetszik, és ilyen jó, meg hogy ez ennyire szeretik, az nekem csak egy bónusz. Mert én ezt akkor csinálnám, hogyha mondjuk nem tetszene az embereknek, mert én bennem van ez a csinálás, meg hogy kitalálni, megvalósítani dolgokat, tudod? Tehát, hogy például ez is egy kihívás volt egyébként, hogy 2015-ben írtam az utolsó reggel Párizsban, vagy 14-ben pontosabban, mert 15-ben már megjelent. És hát ugye akkor az vége szakadt úgy, ahogy vége szakadt, annak a végébe volt egy önbeteljesítő jóslat, mert akkor még Spanyolország a kanyarba se járt. Tehát ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat volt a végén. Úgyhogy már most azért figyeltem, hogy mit írok, hát akkor már most csak azt írhattam. Csupa jött elérni, és akkor hát már most csak azt írhattam a végén, érted, hogy örökké élj. Hát most más nem tudtam tenni. És akkor így elővenni ezt a sztorit, kitalálni, ugye, mert ez egy kerettörténet. Végül is egy repülőgép utazáson zajlik, ahol is a főhős elmeséli az ő életének az újságíró barátnőjének. Az újságíró barátnőjének. Aki valóságosan él, csak sajnos már nem él, ugye? Már nem él. Igen. Egyébként ő
akiről mintáztam az ő alakját, azt szerintem aki a szakmában van, mindenki felismeri. Az a el is lehet mondani a nevét, vagy hallgassuk el? Abszolút, mert én nekem nagyon jó barátom volt, és szerintem mindenki nagyon szerette a Körtvélyes Éva, akiről ezt a újságírót mintáztam, és hát tehát egy ilyen keret történet volt, nagyon sajnálom, igen, hogy elment az Éva. Tehát, hogy ez egy ilyen keret történet, és egy repülőgép utazáson mesélődik el az elmúlt 5 év. És hát az egy rendkívül izgalmas dolog volt, mert amikor az első kötetet megírtam, hát ki tudta, hogy ebből lesz majd egy második kötet. Ugye először is úgy kellett írnom, hogy aki csak a másodikat olvassa el, ne érezze úgy magát, mintha dobozba esett volna, és fogalma sincs, hogy mi történik. Tehát azért az is legyen egy magában emészthető dolog, mert nem mindenki olvassa az elsőt hozzá. Na most, ha meg valaki az elsőt olvassa, akkor viszont az nem lehetséges, hogy az események, az évszámok, a napok, a történetek nincsenek egymással szinkronicitásban. És egy olyan mű, ami már nem is tudom én 20 kiadást megélt, és nem tudom én hányszor 10 000, vagy már közel lehet a 100 000-hez, és elfogyott példányszámú könyv, azt ugye már nem lehet átírni csak úgy, hogy japánban akkor ne ekkor történjen, hanem akkor. És hát a Sárközi Bence volt a szerkesztője a könyvnek, az ő jobbkezés munkatársa volt a Lamos Angelika, aki hát rendkívül szorgalmasan kiegyzetelve minden dátumot, cselekményt, mindent pontosan át kellett nézni. Hát ez legalább akkora munka volt, összehozni úgy 6-7 év távlatából 2 800 oldalas vagy 900 oldalas regényt, hogy ez úgy kapcsolódjon egymáshoz, mintha egyszerre született volna. De egyébként meg sikerült. Pont azon meditálgattam, hogy ezért az is ritka, hogy valakinek egyébként a saját élete ennyire kalandos legyen, mint amilyen a te életed. Tehát mondjuk ez se hétköznapi, viszont engem végig foglalkoztatott az, hogy ha most mindent egybe vetve visszagondolsz, akár erre az 5 évre, akár az azt megelőző sikereidre, akkor jó érzése neked azt a címet olvasni, hogy volt egyszer egy Van Rodin. Mert azért ebből a könyvből annélkül, hogy elárulnánk a cselekvést, vagy a cselekményt, azért az kiderül, hogy oké, hogy a döntést te hoztad meg, de pont azért, mert nem engedted, hogy a körülmények elkezdjenek uralkodni rajtad, nem volt más lehetőséged, mint meghozni egy ilyen döntést, hogy akkor ezt egyszer és mindenkorra bezárom. Igen. De ha ezt nem kell meghozni, akkor... Hát vagy esetleg lehetett volna más döntést hozni. Mert én a könyvből nem azt olvasom, hogy nem lehetett. A könyv krimiszerű epizódjaiból kiforogja magát, tulajdonképpen a főhős kiforogja magát. Hát kiforogja magát, mert vágyik a szabadságra, és a szabadságnak az az ára, hogy az addig így elkezdődik. De tudod, miért forszírozza ő is, meg én is? Mert hogy nekünk fáj a szívünk a te Van Rodinért amúgy. Tehát, hogy az a teljesítmény, az nekünk jobban esne, hogyha megmaradt volna. Nincs ellenünkre, hogy te írsz és festesz, csak a ruhák sem olyan nagy baj van. Sok minden, igen, igazatok van, sok minden lehetett volna még így is, mert lehetett volna támogatókat találni így is, folytathattam volna más keretek között is, folytathattam volna külföldön is. Kicsit sok lett így az egyfőre jutó volna, ami ugye egyébként nincsen. Tehát, és hogyha nagyon őszintén kérdezitek, és nagyon őszintén válaszolok csak úgy unter uns, akkor ha 10 évvel azelőtt megkérdeztek volna, azért nem pont így képzeltem ezt el, hogy mindez majd így történik. Nyilván akkor is festettem volna, hiszen 20 éve festek, és ugye a festészettel kapcsolatban is az volt, hogy nem én vagyok egy ilyen zseniális csóka, hanem rengeteget gyakoroltam már addigra, mire a nyilvánosság elé léptem, mert én addigra már több mint 20 éve festettem, otthon voltak képek, elajándékozgattam barátaimnak, hogy most milyen boldogok, ugye, mennyit éreznek, de érdekes.
Tehát, hogy de szóval, hogy... Miért kell, hogy ilyen későn ismertetünk, amikor már ára volt a képek? Igen, tehát, hogy ez... Tehát, hogy én azelőtt is csináltam ezt, csak ugye nekem az volt a szerencsém, ha ezt szerencsének hívjuk, hogy mire én a nyilvánosság elé kerültem a képekkel, addigra a nyilvánosság, egyébként a Jerger Krisztinának köszönhetően, mert ő presszionált engem arra, hogy addig nem megmutatkozni, amíg nem maga biztos a dolog, mert szétszednek. Gyakorlatilag 10 év gyakorlásra ítélt, nem? Igen, igen, az első találkozásunk után, és akkor már 10 év mögöttem volt. Tudod, és az is csak egy mondat erejéig, hogy amikor te 10 éve festesz, és akkor már úgy kimersz állni, és úgy érzed, hogy na, most azért már úgy technikailag is benne vagy, úgy nem tudom micsoda, majd veszed a bátorságot magadnak, hogy a város egyik legnevesebb művészettörténészéhez, hát mit nekem te Zordon Kárpitosnak vasszögekkel kivert ágya, odaállsz, és akkor azt mondja neked a szakma egyik hegycsúcsa, hogy na jó, még 10 évet kell gyakorolni. Szóval az ugye kétféle hatást eredményezhet. Az egyik az, hogyha valaki nem olyan, mint én, és megsértődik, és azt mondja, na jó, hát menj a izébe, hát nem. Én viszont meg az a típus vagyok, hogy na jól van, akkor a büdös életbe, akkor én majd megmutatom neked, fogsz te még az én küszöbömön. És nem jelenti, hogy ezek neked egy kiállítást. Igen, tehát ugye én belőlem ezt pont az ellenkezőjét váltja ki, és onnantól kezdve tényleg tervszerűen és rendszeresen, és nem tudom, és mindig, és csináltam, és az volt a szerencse, hogy mire az első kiállításomat megrendezte, addigra a közönség, és a művészettörténész kollégái egy úgymond érett, vagy egy úgy nevezhetően érett művésszel találkoztak, és ugye a hirtelen hatás nem tudta a dolgokat megkérdőjelezni. Na most, tehát én akkor is festenék, meg akkor is nyilván sütnék süteményeket, mert azt nagyon szerettem mindig is csinálni, tehát, de mi van az írással? Megírnék is. Na, de. Azt még nem kérdeztem tőled soha, hogy te mikor döntötted el, hogy írni fogsz, vagy az honnan jött egyáltalán? Maga, hogy ez az utolsó reggel Párizsban, hogy az igen, hogy jött? Igen. Hát az a pszichiáterem miatt jött. Mert azt én már tudom, mert nekem meg már elmesélte. Csak úgy visszautalnék, hogy nem az a jó, hogy nem mindegyikünk tud minden. Hát, ha van még a nézőközött, terápiás célral is ez, de most egyébként ez is. Lehet, hogy másoknak is mondjak szíjjelben, hogy terápiás célral írjon, de azért nem lesz abban, nem tudom hány. Igen, az nem adják ki számára. De azt ő mondta, mert ugye volt nagyon sok ilyen negatív dolog történt az életemben, és akkor hát volt egy ilyen kis megingásom, meg minden, de gondoltam magamban, én nem szégyellem ezt, hát ha az ember nincs jól lelkileg, vagy belülre, akkor kell segítséget kérni. Akkor már el akarták nyúlni a varrodádat, amikor nem, elkezdtél írni? Nem, mert nem? A varrodámat sose akarták lenyúlni. Értem, Kati. Tehát az a fikció a regényben. Persze. Az épületét esetleg a helyiségeket. Nem, ez az egész fikció. És na, tehát visszatérve erre a dologra, és akkor sok minden volt, nem csak ez, meg én érzékeny vagyok, de egy művész az érzékenységét veszti el, tudod, akkor elveszti a létjogosultságát, tehát akkor mi a szart csinál, érted, ott már nincs érzékenység. És akkor ugye minden terápiában benne van ez, hogy akkor visszamegyünk, meg gyerekkor, meg izé, meg hozé, és most mit mondjak róla, érted, hát jó, hát mindenki szépíti a dolgokat, meg nem tudom, de engem tényleg nem bántalmaztak a szüleim, mint akkor gondoltam, utólag is ezt gondolom, de közben már bebizonyították, hogy azért, de mindegy, szóval nem érdekes. És de két olyan érdekes dolog, mert különben ebben a könyvben, anélkül, hogy elárulnánk egy csomó dolgot, azért egy-két momentumot behozol a terápiából is, tehát hogy olyan érdekes dolog, hogy látod például, hogyha most valaki kíván, annyi igaz belőle, amennyit mindenki igaznak hisz, de például ilyen szempontból ez a könyv annyiban más, mint az utolsó reggel Párizsban, hogy itt viszont ugye a
pszichológussal, vagy a terápián, a terápiába olyan belátást kap az olvasó az én lelki világomba, ami a legnyersebben őszinte. Tehát abban semmiféle köntörfalazás nincs, amit ugye ezeken a szeánszokon lehet olvasni. Most nehéz beszélni, mert tudom, nem akar az ember mindig a könyvben mutatóan, hogy ne spoilerezzen, de az a része, az metszően hidegen és nagyon tárgyilagosan őszinte. Erre mondtam azt, hogy nekem tényleg meglepő volt, hogy nem csak a szűkebb kört engedett be pillantást, hogy ez most azért a nyilvánosság. Tudod, hogy próbálják ezt megérteni. Na és akkor, mikor ugye jött ez, hogy a gyerekkor meg ízés, akkor hogy írjam le ilyen kis fogalmazásokba, hogy mi történt. És hát mondtam, és annyira dühös voltam. Elmentem a terápiára, és közben a terapeutámra dühös voltam. És mondtam, hogy most szart írjak, érted, hogy születtem, nevelkedtem, tisztába tettek, nem szerettem a sóskát, vagy most milyen szart írjak le. És akkor mondta, hogy írja, nem tudom, írja, a harmadik, negyedik, ötödik alkalom, még mindig nem. És mondtam, hogy te értse meg, hát most mit írjam, hát hogy írjam, hát mit írjak, azt mondja. És akkor elvesztette a türelmét, ami mondjuk egy pszichiáternél azért ritka, de nekem sikerült úgy felidegesíteni, hogy azt hittem kiugrik az ablakon. És mondta is, hogy életében először fordult elő, és azt mondta, hogy Tamás, az Isten szerelmére az ég áldja meg magát. Most akkor hagyd ne kelljen már magával erőszakoskodni. Akkor írja úgy, izélje meg, mint egy regényt. Hát csak olvasott már az életébe egy regényt, nem? És akkor mondta, hogy olvastam regényt, akkor így fogom írni, és akkor így indult az egész. De különben hogy emlékszem ennyire? Tehát, hogyha nekem kéne mondjuk az én életem, egyébként nem volt ennyire kalandos, tehát, hogy nem lenne mire ennyire visszaemlékezni, de hogy ilyen részletességgel, a szereplők, a dialógusok, a helyszínek, és annyiféle momentum, hogy te írsz naplót, vagy honnan vannak meg ezek? Sajnos az van, hogy a jó és a rossz tekintetében is egy ilyen hardware van a fejemben. Hát én mindent elraktározom? De arra emlékszem, hogy mondjuk mit tudom én a XY manökennek 1996-ban a Veronik Mátár szalomban rendezett divatbemutatón milyen ocelot mintás klipsz volt a fülébe. Hát én ezekre, én mindenre emlékszem. Hát ha egyszer... Én meg szeretem elolvasni ezt. Igen. Mert engem érdekel. Én mindenre emlékszem. Tehát az emberekre, hogy ki hogy szólt hozzám, mit csinált, mit... És nem felel. És nem az a baj egyébként, az egyetlen kifogásom, a könyvekkel szemben, nem csak a valódással, de a valódással kapcsolatban különösen, hogy kevés benne a ruha, az én igényeimhez képest. Ruhákkal akartam volna olvasni. Ez neked egy képes könyvet, jó? Majd ide ruhát. Ármányok vannak benne, krimik vannak benne, elképesztő módon olyan gondolatfutamok vannak benne, filozófikus gondolatfutamok, amelyek egyébként nagyon szórakoztatóak. Tehát, hogy nehogy véletlenül valaki azt vigye, hogy Heideggerrel találkozik, de hogy de azért van benne ruha is, szabászat, jó, kollekció. Hát, hogy hogy készül, nem azért, hogy készül, mert ezt nem egy tartmányos, tehát azért, hogy most... Mielőtt még a karácsony... Ez egy korrajz is, nem tulajdonképpen? Egyébként pont ez volt az olvasása közben végig az érzésem, hogy egy kortörténetet kapunk a regényen keresztül. Nem biztos, hogy örülök ennek a kortörténetnek, hogy őszinte legyek, tehát hogy ez elég síralmas képet fest a mai Magyarországról, de minden egyes szava igaz, legalábbis az én megítélésem szerint. Baromi érdekes egyébként az, hogy, és ez most egy kicsit komoly, vagy komolyabb, mint az eddigi felhőtlen locsogásunk, hogy nevezetesen nem nagyon olvastam kortárs írótól még a 2010-es, 20-as évek közötti periódusról olyat, amiben mellékesen a feltűnik a rendszer működése, feltűnik az, hogy milyen országban élünk, hogy milyen reflexek vannak a hatalmi cselekedetekre. Ezeket mind lehet a Varuda ürügyén tapasztalni ebben a könyvben, és ez meglehetősen érdekes. Én nekem, szóval
nem akarom azt mondani, hogy amit te mondasz, ezt én is hiányolom. Nyilván ebben sok minden benne van, hogy mondjuk mások nem nagyon írnak. Tehát igyekszenek megkerülni a témát, hogy ez gyávaság, félelem, közömbösség, nem fontosság, vagy naktekintés, vagy nem tudom én micsoda. Pedig én azt gondolom, hogy most az, hogy irodalom vagy nem irodalom, ebből megint nem szeretnék vitát nyitni, mert ez ugyanúgy van, mint a díjakkal, tudod, a díjakat mások adják, ezt meg majd mások fogják minősíteni, de nekem ez egy szándékos dolog volt, és ez egy elhatározás volt, hogy ha egyszer erről van szó, akkor én szeretném megörökíteni, és szeretném a lenyomatát otthagyni annak, ahogy láthattuk az előző kötetben, hogy 2010-ig hogyan működtek a dolgok, 2010-től 2021-ig, vagy 2020-ig hogyan működtek a dolgok, mert azt gondolom, hogy abban mindenki egyetérthet, hogy valahol valami geller történt a dologban. Most ezt nem kell nekünk megfejteni, hogy így úgy, amúgy mindenki a saját bőrén tudja ezt érezni, és valami nagyon nincs rendben az értékeink, és ez megint független attól, hogy én magamat értéknek tartom-e, vagy nem tartom, mert ez nem tartozik ide, de valami nagyon nincsen rendben az értékeink kezelésével, és az értékeink helyi értékének a megállapításával. És szerintem ez a könyvben nagyon jelentős hangsúlyt is kap. Most visszatérve arra a kérdésemre, akkor ennek fényében, hogy a Volt egyszer egy Varrodán cím, mint olyan, nem lenne jobb érzés neked arról írni, hogy van egy Varrodán? Nem hiányzik? De hiányzik, abszolút hiányzik. Hiányzik a ruhatervezés, hiányzik az anyagokkal való törődés, hiányzik a kreativitás ilyen szinten való megélése, de azt kell mondanom erre, amit szintén komolyan is gondolok, hogy az ember nem ragaszkodhat mindenhez, minden áron. Ez nagyon sokat sejtett, és most itt dobálod a végszavakat, ezzel földobtod az első nagyon hatásos végszót, aztán majd eldöntöd, hogy tényleg végszó-e, de azért azt mindenféleképpen szeretném tudni, hogy az ember nem ragaszkodhat mindenhez, minden áron, de itt ebben a könyvben, vagy ebből a könyvből megtudhatják az olvasók, hogy ehhez például nem ragaszkodhattál, vagy egy teljesen saját indítatású döntés volt az, hogy ezt a részét becsukod az életednek. Bevallom, őszintén úgy éreztem, hogy nekem itt nincs olyan jövőm már. Az ittet úgy értem, hogy Magyarországon. Én ezt így éreztem, hogy ez valóban így volt, vagy nem volt-e így, azt nem tudhatom, de úgy éreztem, hogy körülöttem itt elfogy a levegő. És, azért, mert szembe szálltál? Hiszen ebből a könyvből ki fog derülni annak, aki elolvassa, hogy te szembe szálltál adott ponton a hatalommal, kicselezted például. Igen. Íróként vagy festőként nem lett volna jövő? Tehát, hogyha ugyanúgy, mint ahogy most becsukod a varrodádat, és abban az értelemben eltűnsz azoknak a szeme elől, akiknek borsot törtél az orra alá, és felbukkansz, mint író, vagy felbukkansz, mint író és festő, és ugyanolyan sikeres vagy ebben a másik két műfajban, mint a divattervezésben, az nem lett volna egy megoldás? A Rökpalotában Szegeden rendeztek nekem dr. Nátyi Róbert, szintén európai hírű művészettörténész, egy életmű kiállítást, és ez egy rendkívül látogatott kortárs képzőművészeti kiállítás volt, 6 hétig volt nyitva, és több mint 40 000 ember látta. Ez egy hatalmas nagy szám.
fotók vannak róla, hogy a rögpalota előtt az utcán kígyózik a sor, és várják az emberek, hogy bejuthassanak a kiállításra. Támogatás nélkül jött létre egyébként a kiállítás maga, és ha jól tudom, akkor a rögpalota életében hosszú távon ez volt az első olyan kortárs művészeti kiállítás, ami nem csak hogy rentábilis volt, hanem nyereséget is termelt. Majd a kiállítás után néhány héttel elkezdődött a csapatbevonulás a kultúrfronton, és megírták azt, hogy én migránssimogató kiállítást rendeztem Szegeden. Nem tudom, mit jelent, tehát ezt mindig mindenki megkérdezi, ezt a cikk írójától kell megtudni. És aztán meg, hogy az NKA nem tudom milyen támogatás, de semmiféle támogatás nem volt, meg egyáltalán semmi se volt. Ez egy nagyon erőteljesen lejárató, hangulatú cikk volt, ami egyébként nekem festészetileg nagyon jót tett, mert akit nem érdekeltem volna, az is felkapta a fejét rá, tehát ez ilyen szempontból ez egy jó dolog volt. És aztán, amikor szó volt arról, hogy egy másik helyen csinálnánk egy kiáltást, akkor hát elért engem az a jó tanács, hogy ne próbálkozzunk vele, mert állami kiállító helyre én nem tudok bekerülni. De akkor a te kérdésed, ez a válasz, hogy nem, de alapvetően, ha meg azt nézzük, hogy mit hozott a jövő azzal, hogy bezártad a varrodádat, és kiköltöztetek Spanyolországba, bekerültél egy nemzetközi... Ez nem egy szomorú történet. Ez egyáltalán nem egy szomorú történet. Ez egy diadalitás történet. Ezért mondom, hogy gyakorlatilag egy nemzetközi áramlatba kerültél be, ami nem történt volna meg, vagy sokkal később. Ez nem egy szomorú történet egyáltalán, mert ezt... Mert ennél jobb én velem nem történhetett volna. Tehát most vagy itt vagyok egy elfogadhatatlan, megértetlen, kiközösített, marginális pályára sodort valaki, mindegy, hogy róla tervező, képzőművész, bárki, vagy író, aki vagy előbb-utóbb nem tudja kifizetni a villanyszámláját, és akkor... De meg... ennek soha nem fenyegetett a... Szelese, hiszen nem, a könyvedet zabálták, a képeidért körbefonják a könyvből. Nem csak ezért, hát de, akkor... de pillanat, nem. Azért oké, de ez nem pont így, mert a nagy dobás az nem a pénz, tehát nem az a lényeg, hogy most akkor persze, én értem. Mi a történet, hanem az a nagy dobás, hogy Barcelonában sikerült fölkerülni a képzőművészeti térképre. Tehát, hogy és elkerült, nem tudom én, 3 év alatt 17-18 országba képen bekerült nagyobb gyűjteményekbe. Elkezdődött ugye az első kötetnek a fordítása, már készen van, elkezdődött a második kötet fordítása, sőt, már zajlik egy fél éve a Zara trilógiának spanyol nyelvre. Tehát ez a merészség, amivel tulajdonképpen ezt a döntést meghoztuk, hogy akkor nulláról indulva, nulla ismerettséggel, nulla mi mindennel csináljunk egy másik életet, ez... nem, hogy meghálálta magát, hanem ez egy ilyen... Tűzijátékba torkolt. Ez egy ilyen tűzijátékba torkolott. És akkor már is kéne írnod egy könyvet alapvetően, meg ebből kéne tudod, mint motivációs beszédeket tartanod, mert a fél idióták, akik semmit nem csináltak, tartanak motivációs beszédeket milliókért, ha már nem pénz is. Tudod, hogy nekem arra nincs idő, mert egy közös köztünk szolvát sem vagyunk képesek összehozni. Tehát erre nincsen idő, de meg minden élethelyzet egyébként teljesen más. Tehát én azt gondolom, hogy az összes hányattatás ellenére én szívesen gondolok vissza dolgokra, mert tudom,
hogy ma annak, hogy átmentem és bátran átmentem azokon a dolgokon, amik előtt álltam, ma az életem nemhogy sokkal jobb lett, hanem úgy lett más, hogy egészen kivételesen nagyszerű. És édesapám jutott mindig eszembe, aki azt mondta, hogy bátornak kell lenni. Igaz, ő nem ebben a kontextusban használta ezt, de a lényeg az lényeg. Mert azt mondta, hogy az ember sokkal kevesebbszer bánja meg, ha bátor, mint ha gyáván viselkedne. Szerintem ez volt egy jó végszó, Katina. Abszolút. Nem is pofázok tovább. Úgyhogy nekünk ez tetszett. Sok sikert a könyvhöz. Köszönöm. És önök meg olvassák szorgalmasan ezt a könyvet, mert nagyon jó, és nagyon jó pofa kis titkokra találnak majd válaszokat benne. Meg állati jó, egyébként azt nem szeretném, azt az egyet még hangsúlyoznám, hogy ami nekem különösen tetszett, mert azért a történetek egy részéről azért gondolom, hogy azok mégse fikciók, mert hogy meséltet, tehát hogy tudom, hogy egy rész az valóban megtörtént. Személy szerint kihez fűződik, azt is tudod? Azt, igen, nem mondjuk-e? Tudjuk, nem mondjuk el, de hogy a leírások. Tehát, hogy ugyan te mondtad, hogy hiányoltad a ruhákat, de azért egy-két ruhának az a, tehát a legapróbb részletek, de azt hagyján, de ahogy az őszről, ahogy a fáknak a lomb, szóval, hogy egyszerűen ebben tényleg egy írói műsorban, és nekem ezt tetszett benne. Csak szívből gratulálok. Én már elolvastam az eredeti ugyanazt, amit a Kati olvasott, tehát akkor megnézzük, hogy ahhoz képest... Igen, nagyon elítéztem, hogy kétszer olvasjuk. De most megnézzük, hogy mi hiányzik a könyvből. De akik meg nem olvasták az eredeti PDF-eket, azoknak meg csak szerintem úgy fog tetszeni. Azokból abból csinálják. Egyébként csinálják. Csinálják, hogy lehet, hogy ez nem úgy.